áldás, békesség. Isten igéjével szeretném köszönteni a gyülekezetet 46. Zsoltár néhány versével. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborúnak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Ünnepi Isten tiszteletünknek a megáldása és a megszentelése jön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Fennállva énekeljük a mi Istenünknek a 135. Zsoltárnak az első versét énekeljük el. Fennállva a 135. Zsoltárnak az első versét énekeljük, így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Ünneplő gyülekezet, hogy jelentsen be a gyülekezet előtt azt is, amit egyébként már valószínűleg mindjárt látnak. Ezen a mai Isten tiszteleti ünnep, Isten tiszteleti alkalmunkon két család is úgy gondolta, hogy gyermekéért szeretne hálát adni, és szeretné őket megkereszteltetni. A Szepesi Sárát, Szepesi Viktor és Illés Anikónak a kislányát, valamint Terjék Esztert, Terjék Ádám és Virági Eszter család kislányát fogjuk megkeresztelni. A keresztelésre készülve a 329. énekünknek a második versét énekeljük el. 329. énekünknek, dicséretünknek második versét így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Foglaljuk el helyünket az énekhez. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves szülők, keresztülők! Jézus Krisztus a Máté Evangélium 28. részében leírtak alapján szerezte a keresztségnek a sákramentumát. Máté Evangélium a 28. részének 18-tól 20-ig terjedő verseiből a következőképpen szól hozzánk Istennek a szent igéje, a keresztelés szereztetés igéje. És hozzájuk menvén Jézus szólt nekik, mondván a tanítványoknak: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tehetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ime, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Eddig a szereztetés íge. És kedves szülők, kedves keresztülők, engedjétek meg, hogy külön nektek még hadd olvassam fel a 139. Zsoltárból néhány válogatott verset is.
Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat, szemeltartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Te alkottad veseimet, Te formáltál anyám méhében. Magasztallak Téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosabb alkotásaid és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaptalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Úgy gondoltam, hogy ülve fogjátok meghallgatni az ige hirdetést, úgyhogy másfél órával készültem, de hát megpróbálom lerövidíteni, hogy bírjátok. Kedves szülők, kedves keresztülők, megvallom őszintén, hogy az a zsoltár, amiből most néhány verset felolvastam, ha lehet választani a zsoltárok közül, akkor az egyik legkedvesebb zsoltárom, ugyanis valami olyan biztatás van benne, hogy ahányszor csak egy kicsit úgy elkeseredem, vagy valaki hozzám jön, akár a diákaim közül, akár valamilyen felnőtt barátom, ismerősöm, és elmondja, hogy úgy érzi, hogy minthogyha nem vennék fontosnak őt az életben, minthogyha magát nem érezné fontosnak ebben a világban, akkor mindig ez a zsoltár jut eszembe, hiszen ebben a zsoltárban pontosan arról van szó, hogy Istennek az akaratából születünk meg erre a világra, hogy nem véletlenül születtetek meg ti sem ebbe a világba, és nem véletlenül születtek meg ezek a szép kis gyermekek sem, akiket most a kezetekben tartotok, hanem az Isten álmodta meg őket, az Isten akarta, hogy megszülessenek. És akkor, amikor mi elhozzuk ide Isten házába, mint egy hálát adva az Istennek azért, hogy ők vannak, jelképesen egy kicsit, mint egy visszaadva az Istennek, mondván, Uram, tudjuk, hogy tőled kaptuk ezért, hadd legyenek továbbra is a tiéd ezek a gyermekek, és amikor megkereszteljük, akkor valahol azt cselekesszük, hogy amellett, hogy hálát adunk, mint egy kérjük továbbra is az ő életükre Istennek az áldását. A kereszteléskor azt szoktuk tanítani a konfirmandusoknak, hogy amikor az a három csepp víz éri a kis gyermekeknek a fejecskéjüket, akkor nem mást fejezünk ki, mint azt, hogy ahogyan a víz lemossa az ember testének a szennyét, valami hasonló dolog történik akkor, amikor az ember hittel elfogadja Isten szabadítását, Jézus Krisztusnak a vére megmossa a léleknek a szennyét, az emberből a bűnt. És amikor megkereszteljük őket, akkor mintegy azt fejezzük ki, hogy mi ezt hisszük, és azt szeretnénk, hogyha ezek a gyerekek valóban az Isten közelségében tudnának felnőni, és az Isten védelmében. Kedves szülők, kedves keresztülők, ezen a mai napon nem sokára meg fogjátok ígérni, hogy úgy fogjátok ezeket a gyerekeket nevelni és neveltetni a szülők, a keresztülők által, hogy egyszer majd önként is odaálljanak a gyülekezet elé, és megvallják azt, hogy ők is szeretik a mindenható Istent, és elfogadják az Isten szeretetét, amelyet Jézus Krisztusban a legtökéletesebben mutatott meg. Hadd mondjam azt, hogy valószínűleg nektek még nehezebb lesz, mint nekünk gyermeket nevelni, ugyanis egy olyan világban nőnek majd fel, ahol nem biztos, hogy egyértelmű lesz hitre nevelni valakit. Ezért ahhoz, hogy fel tudjátok őket hitben nevelni, szükség van a hitetek mellett erőre is, bölcsességre is. Jó tudni azt, hogy itt a keresztelés alkalmával már Jézus Krisztus megígérte, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetén. Ott akar lenni veletek, erőt akar adni nektek és bölcsességet az ő nevelésükben. Azt olvastam a 139. zsoltárból, hogy Te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Ennek a zsoltárnak az a címe, hogy Isten mindenütt jelen van. És kedves szülők, kedves keresztülők, hadd fogalmazzak most úgy a zsoltárral együtt, hogy Isten nagyon jól ismert benneteket. Tudja azt, hogy mennyire vártátok ezeket a kis csöpségeket, tudja azt, hogy készültetek arra, hogy ők megszülessenek, mennyire izgultatok és milyen terveitek vannak. Tudja azt, hogy azt szeretnétek, hogy boldog gyermekkort, majd felnőttkort éljenek meg. És én hiszem, hogy meg is fogadtátok talán kimondva is egymásnak,
hogy ti valójában ezt szeretnétek velük együtt megélni, és mindent megadni nekik ehhez a boldogsághoz. Olyan jó tudni, és hadd erősödjetek meg ebben, ezt hadd helyezem a szívetekre, hogy ezt Isten tudja. És ugyanakkor azonban azt is hadd mondjam el, csak nagyon röviden valóban, hogy Isten nem csak benneteket, hanem ezeket a kis gyermekeket is nagyon jól ismeri, sőt, hamarabb tudott róluk, mint ti. Azt mondja a Zsoltáros, hogy amikor anyám méhében formálódtam, te már tudtál róla. Nem tudtátok még, hogy kisfiú, de ő már tudta. Azt is tudta, hogy milyen színű lesz a szemük, milyen színű lesz a hajuk, amikor ti még azt se tudtátok, hogy igazából uton vannak. Isten nagyon jól ismeri őket, és még egyszer megerősítve hadd mondjam, szeretné az ő gondviselő szeretetébe venni őket, hogy ne csak segítsen nektek nevelni, hanem ott legyen az ő növekedésükben is. Ezt fogjátok megígérni, hogy ezt mindent megtesztek ehhez, hogy ez megtörténhessen, és én kívánom, hogy valóban tapasztaljátok meg nap mint nap Istennek egyrészt a közelségét, a mindig jelen való közelségét, szeretetét és gondviselő kegyelmét. Ahhoz, hogy így legyen, ehhez hadd forduljak most a gyülekezethez, és gyertek együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást, aztán néhány kérdést intézek hozzá a kedves szülők, végül pedig imádkozzunk. Valljuk meg a mi hitünket, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves szülők, kedves keresztülők, mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok, melyre kérlek benneteket, hogy hallható szóval és őszintén válaszoljatok. Először azt kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy ezek a két gyermekek az Atya, a Fiú és a Szentek Isten szövetségében a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadhassák? Mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitükről majd ő maguk önként tegyenek vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ha igen, beleértek ki. Úgy legyen. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Isten hallja, ha mi nem is fogjuk hallani. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg emel kisgyermekeket, köszönjük, hogy megtartottad az ő életüket, hogy te tudtál róluk akkor, amikor még a szülők semmit nem sejtettek, és köszönjük, hogy megtartottad az édesapákat, köszönjük, hogy szerető családba születhettek be. Kérünk téged arra, hogy gondviselő szereteteddel vigyázzál rájuk továbbra is. Áld meg őket, ahogyan növekszenek. Adja a bölcsességet és erőt a családnak is, hogy tudjanak ott lenni nagyon sokáig mögöttük. Így kérjük a te áldásodat az életükre, a család életére. Jézus Krisztusért könyörgünk, hallgassál meg bennünket. Amen. Eszter, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Amen. Szára, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és szentelje meg ezeket a kisgyermekeket.
szüleinek örömére, Magyar Szent Egyházunk és magyar nemzetünknek teljességére. Amen. Hát ki lehet menni a és a 392. dicséretünknek az első és a második verseit énekeljük el. A 392. dicséretünknek első és második verseit, első verse így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Thank you.
békesség Istentől, a mi Atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk Istennek szent igéhez a mostani ünnepi alkalmunkból, mert olvassuk a mai napra kijelölő Ószövetség ige szakaszunkból a Sámuel első könyvének a 7. részéből, annak is az első 12 verséből. Addig az igét felolvasom, a gyülekezet fogja a helyét, Isten igéjét az őt megkövetelő alázattal és figyelemmel hallgassuk meg. Megnevezett helyén tehát Sámuel első könyvének a 7. része első 12 verséből következőképpen szólhozzan Istennek szent igéje. Ekkor elmentek a Kirját Jearimiak, elvitték az Úr ládáján, és bevitték Abinádáb házába, a magaslatra. Fiát Eliázárt pedig főszentelték, hogy őrizze az Úr ládáját. Attól naptól fogva, hogy a láda a Kirját Jearimban volt, sok idő, még pedig 20 esztendő telt el. És Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának: ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és vastartékat, ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül nekiszolgáljatok, akkor majd megmegy benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és vastartékat, az egyedül és egyedül az Úrnak szolgáltak. Majd ezt mondta Sámuel: gyűjtsétek össze egész Izrael Mizpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát Mizpába, vizet merítettek, és kiöntötték az Úr előtt. Bőjtöltek azon a napon, és ezt mondták: védkeztünk az Úr előtt. Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izrael fiainak Mizpában. A filiszteusok azonban meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek Mizpába, ezért fölvonultak a filiszteusok város fejedelmei Izrael ellen. Amikor ezt meghallották, Izrael fiai félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, és ezt mondták Izrael fiai Sámuelnek: kiálts értünk szüntelen Istenünkhöz, az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Sámuel fogott egy szokós bárányt, és feláldozta teljes égjáratot az Úrnak. És Sámuel az Úrhoz kiáltott Izraeliek, az Úr pedig meghallgatta. És mielőtt Sámuel az égő áldozatot mutatta be, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel. Az Úr azonban hatalmas hangon megdőgött, azon a napon a filiszteusok fölött, úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Ekkor az izraeliek kivonultak Mizpából, és üldözték a filiszteusokat. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Mizpa és Sén között, és elnevezte Éppen Ha-Ézernek, mert ezt mondta: mindeddig megsegített bennünket az Úr. Hallottuk Istennek írott és szent igényét, gyertek, csendesedjünk el, válaszoljuk rá. Menjen, édesatyám, mi magunk sem tehetünk egyebet, mint Izrael népe tett akkor, hozzád kiáltunk segítségért, hozzád kiáltunk kegyelemért, áldásodért. Tudjuk, hogy ismersz bennünket, ismered a mindennapjainkat, nem csak tetteinket és szavainkat, hanem tudod gondolatainkat is. Éppen ezért van szükségünk arra, hogy most ebben az órában kegyelmeddel jöjj közünk. Köszönjük, hogy őszintén lehetünk hozzánk. Kérhetjük a te áldásodat úgy, hogy közben bűnbánatot tartunk, és hiszük, hogy jelenléteddel most azért vagy közöttünk, mert utat akarsz mutatni, mert szeretnél bennünket megerősíteni, szeretnél megállni. Légy áldott mindezért. Légyél el szívünkből, lelkünkből most mindent, ami esetleg megakadályozna abban, hogy te reát tudjunk figyelni. Add, hogy minden akadály félreálljon, és most a lelked által irányít a figyelmünket igény felé. Áld meg a te igényed. Add, hogy élő igeként szólalhasson meg, amely ember életeket változtat és erősít. Nem magunkért, egyedül Jézus Krisztus érdeméért könyörgünk, hallgassál meg bennünket, és tedd áldottá az ünnepünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
ige hirdetéssel készülve a 65. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 65. Zsoltár első versét énekeljük ige hirdetésre készülve. Itt szól, itt kezdődik ez a Zsoltár, a Sionnak hegyén, Úristen, kiért. Isten nem mondja magára a szövetség ládáját, hanem elkezdi megüntetni
filiszteusokat, amikor beviszik ezt Dágon a filiszteusok istenének a templomába, minden egyes nap, amikor a templomba mennek, azt látják, hogy a Dágon a szobor, az Isten szobor, az a földre van estve, mint hogyha leborulna az élő Isten előtt. Aztán különböző fekélyekkel veri meg őket Isten egészen addig, amíg a filiszteusok maguktól vissza nem küldi magát a szövetség áldáját Izraelnek. És ott kapcsolódunk bele a történetben, hogy azt olvastam, miután visszakerül maga a frigyláda, eltelik 20 esztendő, hogy Izrael népe oda forduljon Sámuelhez, és azt olvastam, és Izrael egész háza sohajtozott az Úr után. És akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívvel akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, úgy gondolom, hogy a felolvasott igény és maga a történet, és ezért is örültem annak, hogy épp a mai napra volt ez valójában kijelölve számunkra. Nagyon fontos üzenetet hordoz a ma 2020-ban élő augusztus 20-át, az államalapítás, az új kenyért ünneplő és az augusztus 20-ára emlékező magyaroknak. Először is hadd kezdjem a bevezetéssel, és hadd legyen már ez mindenféleképpen üzenet nekünk. Úgyis, mint egyéneknek, úgyis, mint fiatal gyermekeknek, úgyis, mint gyermekeket nevelő szülőknek, mint nagyszülőknek, legyen tanulság és legyen üzenet egy falu közösségének, és legyen tanulság és legyen üzenet egy egész nemzetnek, a magyar népünknek. Sok mindenhez ragaszkodunk. Nagyon sok mindenben és nagyon sok mindentől gondoljuk azt, hogy ha az a miénk, akkor talán Isten áldásai is a miénk, de mindenféleképpen a boldogulásunk, a békességünk a miénk lesz. Nagyon sok mindenhez lehet ragaszkodni, és gondolván, hogy ha az a miénk, akkor nem történhet velünk semmi baj. Mint ahogy az Izrael is. Szent dologhoz ragaszkodunk. Nem lehet őket igazából megszólni, persze a szándék miatt igen, de az, hogy ők jól gondolkodtak, talán el lehet mondani, mert úgy gondolták, hogy ha a szövetség áldája velük van, akkor az Isten is velük van. És kiderül, hogy nem csak hogy a harcot, ahogy említettem már, hanem még a szövetség áldáját is elveszik. Lehet ragaszkodni különböző hatalomhoz. Lehet azt mondani, hogy ha miénk a hatalom, akkor miénk a boldogulás, akkor miénk az igazi békesség, az áldás. Lehet ragaszkodni egészséghez. Van, aki a szerencsében reménykedik, van, aki a saját maga erejében, lehet a családban. És sokan úgy gondolják, hogy ameddig van templomunk, addig biztos a békességünk és a biztonságunk. Ezek, amiket felsoroltam, a szerencsék kívül mind-mind fontos dolgok. És fontos, hogyha ragaszkodok a családhoz, fontos, hogyha ragaszkodok egy nemzethez, fontos, hogyha ragaszkodok a templomhoz. De, kedves testvérek, kedves egyvegyű gyülekezet, azt hiszem nem kell nagyon sokat mondanom ezt, és nagyon sokat beszélnem erről. Egy olyan időszakja van az életünknek és a történelmünknek, amikor nagyon jól láttuk és látjuk, és félünk is talán tőle, hogy bármit elveszítünk tőle. Bármit elveszítünk. Ragaszkodhatunk a templomhoz, egyik pillanatról a másikra egyszer csak bezárják. Parancsként jön, többet már nem lehetünk. Egy időre legalábbis zárva lesz előttünk. Sosem gondoltuk volna talán, hogy ilyen megtörténhet, mégis megtörtént. Elveszíthetjük az egészségünket, sajnos elveszíthetjük szeretteinket. Annyi minden, amivel ragaszkodunk, amiről úgy gondoljuk, hogy igen, ha az a miénk, akkor van boldogulásunk, elveszett. Éppen ezért figyelmeztet bennünket most Isten igéje, soha ne a teremtett dologban vesd minden bizodalmat.
hanem a teremtett dolog fölött lásd meg azt, aki adta, és aki mögötte van a teremtménynek, a teremtett dolgoknak. Amikor Izrael népe rájött erre, ott akkor felolvastam a történetet, akkor jegyezte meg a legjobban, hogy számára egyetlen egy valaki van, aki előtt meghajolhat, sőt, aki előtt meg kell, hogy hajoljon, és ez nem más, mint maga a mindenható Isten. Egyedül benne lehet reménység. Egyedül benne lehet szabadulása és szabadítója. Senki másban nincs olyan biztos szabadító, senki másban nincs olyan biztos segítség, senki másban nincs olyan biztos kegyelem, mint a mindenható Istenben. És Izrael népe erre jött rá, úgyhogy elveszíti a szövetség ládáját, úgyhogy egyre nehezebb az élete, a nyomorúságban erre döbben rá. Testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, nemrég ünnepeltük augusztus 20-át, és én hiszem, hogy most ez a mai együttlétünk is valahol erről is szól, ezért is lehet egy ünnepi Isten tisztelet, ahol megemlékezünk első keresztény királyról, István királyról, ahol megemlékezhetünk az államalapításról, és hálát adhatunk a kenyérről. Hogy jó ünnepelni? Hogy jó emlékezni? Hogy helyes odaállni az ünnepen, és emlékezni akár egy királyra, akár a népünkre, nemzetünkre, az állam alapításra. Úgy, hogyha István király, úgy, hogyha a nagyjainkat, azokat úgy látjuk, mint az Isten eszközeit. Én hiszem, hogyha most István király meg lehetne kérdezni, hogy valójában ő mit tartana fontosnak elmondani a nagy műve láttán, akkor legelőször azt mondaná, hogy abban volt az ő ereje, hogy ragaszkodott az élő Istenhez, Jézus Krisztusnak az Atyához. Azért tudta megtenni azt, amit megtett, azért tudta úgy tenni, ahogyan tette, mert rájött arra, megtapasztalta azt, hogy akkor van biztonságban az ő népe, az ő nemzete, amely rábizatott, hogyha az Krisztusra építi rá, hogyha az ő tanításait, hogyha az ő népének a vezetését úgy cselekszik, hogy az Istennek a vezetésében. Először ő került Istennek a kezébe, hogy aztán a népünket és a nemzetünket Isten kezébe tehesse. És ma, amikor megállunk, emlékezünk, hálát adunk, valami hasonlóképpen kell tegyünk mi is. Úgy emlékezni, úgy ünnepelni, hogy éljük meg azt a csodát, hogy valójában azért, mert ezt tehetjük, az nem másért van, hanem egyedül az élő Isten gondviselő szeretete miatt. Kedves testvérek, történik meg a csoda. Hogyan jön rá Izrael népe mindenre, és amikor rájön arra, hogy Isten kell elsősorban imádnia, akkor mit tesz, hogy az Isten szeretete valóban az övé legyen? Azt olvastam, Sámuel arra kérte a népet, boruljatok rá az Úr előtt, és tartsatok bűnbánatot. Izrael népe nem csak rájött arra, hogy hol tart a bűnös életébe, hogy miből kell megtérnie, hanem ezt az életet oda tudta vinni az Isten előtt. És bűnbánattal le tudott borulni a mindenható Isten előtt azért, hogy az Istennek a bűnbocsánatát elnyerje. Ezután persze volt még harc, de ez a harc már az Istennel folyó harc volt. Itt már ott volt számunkra valóban ott volt az Isten segítsége. És amikor bűnbánatot tartottak, és amikor leborultak, akkor egyszer csak ott volt a csodálatos győzelem. Testvérek, ünneplő gyülekezet! Hadd kérdezzem meg ez a történet most tőlünk, Istennek az igéje, akarsz-e győztes lenni? Szeretnél-e győztes életet élni? Úgyis, mint fiatal, úgyis, mint középkorú idős, szülő, nagyszülő. Akarsz-e győztes lenni, mint egy falu közösség, vagy egy város közösség, elnézést a célányokat? Akarsz-e úgy győztes lenni, mint egy nemzet?
Biztos vagyok benne, hogy a válaszunk igen. Biztos vagyok benne, hogy valóban győztesek szeretnék lenni. Legyőzni minden nyomorúságot, legyőzni minden szenvedést, győztesként élni az életünket. Ahhoz, hogy győztesek legyünk, ahhoz meg kell tegyünk azt, amit megcselekedett Izrael ott akkor. Egy lelki pásztor, valószínűleg többen ismeritek a nevét, Zimányi Józsi bácsi, az idős Zimányi Józsi bácsi, aki annak idején Szovjetunióban levelet írt a nagy Sztálinnak, hogyha továbbra is így folytatja a nép vezetését, akkor kárhozatba kerül, mert Isten meg fogja ítélni az életét. Ezért aztán Szibériába is került több évre, fogságba. Ez a Zimányi Józsi bácsi mondta egy alkalommal, talán éppen egy nemzeti ünnepen, hogy kedves magyar testvérek, mielőtt azt mondanátok, hogy talpra magyar, előtte mondjátok ki, hogy térdre magyar. Mert akkor tudunk igazából talpra állni, és akkor tudunk a talpunkon megmaradni, először már voltunk a térdünkön is. Ha tényleg oda tudtunk fordulni az élő Istenhez, tudtunk kérni az ő segítségét, meg tudtunk bánni minden nyomorúságunkat, és utána pedig ő lesz az, aki felállít, és aki elindít az ő útján. Mert Isten megáldja a bűnbánó szívvel hozzá folyamatokat. És mi történik azután, hogy megvan a győzelem, azt olvastam a 12. versben, Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Éden Ezernek, mert ezt mondta, mindeddig megsegített bennünket az Úr. Egy felállított kő, amely mellett, hogyha Izrael népe elment, újra és újra eszébe kellett, hogy jusson, hogy neki egy hatalmas Istene van. Újra és újra eszébe kellett, hogy jusson, hogy neki egy élő Istene van. Sokan kérdezik, hogy miért az ünnep. Sokszor diákok is kérdezték tőlem, meg szokták kérdezni, tanárul miért van szükség arra, hogy állandóan ünnepeljük. Ilyenkor szoktam ezt a történetet eljutni és elmondani, tudod, hogy tudjátok, az ünnep az mindig egy lehetőség, nem csak arra, hogy megálljunk, hanem arra, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk arra, hogy milyen múltunk van. És emlékezzünk arra, hogy ebben a múltban Isten hogy mutatta meg az ő hatalmát és az ő szabadító erejét. Érdekes dolog, még erre hat tétel ki röviden, hogy amikor felállítja a követ Sámuel, akkor nem Micpába állítja fel. Ott győzték le a filiszteusokat, de úgy olvastam, hogy Micpa és Sén között. Sénről nem nagyon tudunk semmit. Nem igazából jelenik meg még a Bibliában, legalábbis ilyen fontos helyként nem. Ugye elgondolkoztam azon, hogy miért nem Micpában, miért a két helység között. Micpa a szabadító hatalmas Isten jelentette Izrael népének. Sén talán a hétköznapokat, a szürke hétköznapokat. És azt mondja Sámuel, hogy amikor látjátok ezt a követ, akkor jusson eszetekbe, hogy Istennek mindig készek kell legyünk hálát adni. Akkor is, amikor hatalmas szabadításával jön az életünkben, amikor csodálatos történelmi eseményekre emlékezünk, de akkor is, amikor a szürke hétköznapokat éljük. Akkor is, amikor elindulunk a munkahelyünkre, amikor egyszerűen elindulunk akár az iskolába, a barátainkhoz, a családtagjainkhoz, vagy csak éljük a mindennapokat, akkor is legyél kész arra, hogy hálát adjál. Mert Isten a nagy eseményekben és a szürke hétköznapokban is élő, hatalmas, gondviselő Isten. És ezt a legjobban Jézus Krisztusban mutatta meg, akit értünk nem csak ünnepnapokra, hanem a hétköznapokra is adott azért, hogy aki hisz benne, annak örök élete legyen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hadd szóljon ez a mostani ünnepünk arról, hogy legyél mindig hálás. Tudj hálát adni akkor is, hogyha nagy dolgok történnek veled, és tudjál hálát adni akkor is, amikor egyszerűen csak felébredsz, és munkába indulsz, vagy egyszerűen végzed a mindennapi dolgokat. Legyél hálás gyermek az Istennek, mert ő ott akar lenni az életedben, ott tud lenni az életedben, Micpában is és Sénben is. Én kívánom, hogy egyrészt ez az ünnepünk legyen valóban a hálaadásnak az ünnepe, és majd amikor holnap elindulsz a szürke hétköznapok,
dolgainak elvégzésébe, akkor is az a hála legyen benned, hogy Isten segítségével teheted azt, amit megteszel, hogy ide legyen, gyertek csendesedjünkkel, és imádkozzunk. Mennyei édesatyám, hálatelt szívvel köszönjük meg neked, hogy hatalmas Istenként mutatod meg magad újra és újra magyar népünk és nemzetünk életében. Olyan szörnyűségek történtek velünk, Urunk, és mégis vagyunk. Hiszünk, hogy ez nem azért van, mert mi olyan bölcsek lennénk, nem is azért, mert mi olyan jók lennénk, hanem egyszerűen csak azért, mert újra és újra meghallgatod közös imádságunkat, hogy ártam a magyar, mert újra és újra megáldod a te gyermekeidet és rajtuk keresztül ezt a népünket is. Köszönjük, hogy ott akarsz lenni a családunk életében is, egy közösség életében és az egyéni életünkben is. Köszönjük a nagy eseményeket, és köszönjük a szürke hétköznapokat. Olyan jól tudni, Urunk, hogy Te nem akarod kivenni magadat egyetlen egy percétől se az életünk. Azért volt, van, és hiszük, hogy lesz megmaradásunk. Segítsél téltől esni előtted, hogy aztán majd talpad állásunk. Így imádkozunk most nemzetünkért, családjainkért, minden egyes közösségi tagért. Légy azokkal, akik gyászolnak. Kérjük, hogy Te vigasztald őket. Te légy a világ elgondozásában. Szent lelked által gyógyítsd a sebeket, amelyet a gyász okozott, a gyászok életében. Légy ott továbbra is a keresztülők, a szülők életében. Légy ott azokkal az életében, akik most gyengének érzik magukat, erősítsen őket. Áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg ezt a várost, annak vezetőit, könyörülj minden egyes tagjában. Kérünk nem magunkért, hanem egyedül Jézus Krisztus érdeméért, hallgassál meg bennünket, és áldjál meg minket. Amen. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyekben úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának a szeretete és a Szentléleknek a közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Gyülekezet, menjék és hallgassák meg a hirdetést. Szombaton Nyélvai Fodor Istvánnak született Langer Lenket, ő testvérünket kísértük utolsó földi útjára, aki 82. életévében kért vissza teremtőjéhez. Isten adjon vigasztalást a szeretteinek az ő szent lelke által, és megyünk a gyülekezettel együtt érzésünket kifejezve a énekszóban. Énekeljük el a 459. dicséretünknek a második versét. A 459. dicséretünknek második versét így kezdődik, megtörve és üresen adom magam neki.
adományokat hirdetek. Halotti emléke Fodor Istvánné jogemlékére gyermekei, családjukkal együtt bizonyos összeget és egy sokor virágot adományozta Isten vigasztalását kérjük továbbra is a rászoruló családnak. Isten dicsőségére szánt adományokat is hirdetek. Fodor Istvánné gyermekei, családjukkal együtt bizonyos összeget adományoztak. Nagy János és Neje házasságkötésén 50. évfordulója alkalmával Isten iránti hálaadással bizonyos összeget adományoztak. Derék Eszter keresztelői alkalmából szülei, nagyszülei és keresztszülei bizonyos összeget adományoztak. Szertesi Sárita keresztelői alkalmából Isten iránti hálaadással Isten dicsőségére a Szepesi és az Illés család 10.000 forintot valamint a virágtálat adományozták. Köszönjük az adományokat, Isten áldja meg a családokat. Továbbá hirdetem a gyülekezetnek, hogy ma délután 14 órától, tehát délután 2 órakor lesz Molnárokkal testvérünknek a temetése. Ugyanakkor örömmel jelentem azt is, hogy a következő vasárnap 12 fiatal testvér, 6 fiú és 6 lány jelentkezett a konfirmációra. Az Isten tisztelt keretében majd jövő vasárnap megterítjük az urasztalát, elsősorban a konfirmálókat és a családtagjaikat várjuk a szeretett asztalához, de természetesen a gyülekezet is úrvacsorázhat. Gömbánt Isten tiszteletre várjuk a családokat szombaton 18 órától, tehát szombaton 18 órától Gömbánt Isten tisztelet. Isten tisztelet után Bodnár Eszter tanárnő tartja majd a konfirmációs felkészítő, gondolom ti vagytok a konfirmációsok. A lelkipásztor reménység szerint fogja tartani a jövő heti alkalmakat a teszt eredmény függvényében. És akkor most az Isten tiszteletünk keretében sor kerül a új kenyérnek a megáldására. Megkérjük Ura Krisztián, Cigán város polgármesterét, hogy ennek kapcsán majd mondja el a gondolatait. A kenyér kiosztásában közleműködnek a Sarkancsos Néptánc Együttes tagjai. Áldást és békességet kívánok én is mindenkinek nagy szeretettel. Idén nyilván az ismert napoknak köszönhetően egy picit szerényebbre sikerülnek az augusztus 20-i programok, de az új kenyér megszentelése, megáldása az folyamatban van. Nagyon nehéz időszak van mögöttünk, de úgy gondolom, hogy ez a hely, ahol most állunk, talán a végsőkig az egyetlen közösségi helyszín volt, ami kitartott az elmúlt hónapokban. Igaz, hogy idő után már korlátozások a szájmaszkban, illetve betartva a másfél méteres távolságot, de akkor is ide el tudtunk jönni. Itt közösségben tudtuk lenni, ami vigasztalást és reményt jelentett mindenkinek ezekben a hetekben, és én úgy gondolom, hogy egyre többen visszatértek a Jóistenhez, hála Istennek, hiszen felnyitotta ez a betegség a szemünket, hogy szinte ez az egyetlen út, amikor tudunk reménykedni. Augusztus 20-a a magyarság legősibb nemzeti ünnepe, ami szoros kapcsolatban van természetesen a kereszténységgel is. Ennapon államalapításunkat, Szent István királyunkat, nemzeti megmaradásunkat és az életet jelentő új kenyeret ünnepeljük. Az új kenyeret, amely az életnek a táplálója, melyben benne foglalhatik az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája, az összefogás, az együttműködés, amelyik így együtt alkotják azt az élet körforgását, amelyben mindannyian napról napra élünk. A természet megmutatta az erejét az elmúlt időszakban, ahogy mondtam, hiszen egyik pillanatról másikra váltak nagyon fontos dolgok, számukra nagyon fontos dolgok, úgy véltük jelentéktelenné. Nem lett fontos volt az, hogy higgyünk továbbra is, nem lett fontos a pénz és a hatalom, de újra fontos lett a hit, és újra fontos lett az egészségünk, és ezáltal szépen lassan vissza is tértünk az alapértékekhez. A kenyér, a mindennapi kenyér szerepe viszont megmaradt, sőt, én úgy gondolom, hogy felértékelődött. A régi időket idézte az a folyamat, hogy milyen pánikszerűen próbálták meg az emberek beszerezni a mindennapi kenyeret, azt a kenyeret, amely egy ideje már egyszerűen csak megszokottan ott volt minden nap az asztalunkon, és ehhez mindenki hozzászoktunk. És talán sokan el is hittük magunkról, hogy ez magunknak köszönhető, ez csak is nekünk köszönhető,
elfelejtettük ezért nagyon sokszor hálát adni a jó Istennek. Nem volt ez mindig így, hiszen a régiek, akik itt ülnek körülben, tudják, hogy ezt a kenyeret régen keserves kenyérnek hívták, és tudták, hogy ez mennyi munka, mennyi minden kellett ahhoz, mennyi mindennek kellett teljesülni ahhoz, hogy ez a kenyér minden nap az asztalra kerül. Nekünk, magyaroknak nem csak testi, hanem egyben szellemi táplálék is ez a kenyér, amely a Jóisten iránti hálát és szeretetet kívánja megjeleníteni. Ahogy tiszteletes úr is említette, első királyunk, Szent István királyunk sziklára építette az országát és az életét, ez a szikla pedig nem más, mint maga a Jézus Krisztusnak a szeretete és a belevetett hit. Hát legyen ez egy jó példa mindannyiunknak szem előtt. Nemzetünk születése alapján kívánunk határainkén innen és határainkén túl mindenkinek jó egészséget, békét, nyugalmat, szeretetet, természetesen bőséget és szép jövőt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm a lehetőséget szépen. Mielőtt megszállni a kenyeret és az áldalást vennénk, előtte csendesedjünk el és imádkozzunk a kenyeret. Menj, édesatyám, valóban hálát adunk neked a mindennapi kenyérért. Annyi munkás kéz van valóban egy kenyér mögött. Ott van a jó idő, ott van a te áldásod, a napsütés, az eső. Köszönjük, hogy ebben az esztendőben sem fogyott el a kenyér az asztalunkról. Köszönjük, hogy itt az urasztalán lévő kenyeret jelképként felmutathatjuk, mint egy valóban neked adva hálát azért, hogy meghallgatod azon könyörgésünket, hogy a mindennapi kenyeret add meg nékünk ma. És hálásak vagyunk neked, Urunk, az élő kenyérért, az élet kenyerért, Krisztusért. Köszönjük, hogy ahogy ez a kenyér táplálja a testünket, Jézus Krisztus az ő lelke által úgy akarja táplálni a mi lelkünket is. Légy áldott mindezért, s attól, hogy mindig így tudjuk kézbe venni a kenyeret, látva benne a te szeretetedet, a te áldásodat. Könyörülj népünkön, és áld meg ezt az esztendőt is. Kérünk, Jézus Krisztusért hallgassál meg. Amen. Mindezek után gyönyörködjél az Úrban, és bízz rá az életedet, majd ő munkálkodik. Amen. Énekeljük el a nemzeti imádságunkat, a himnuszt fennállva.
helyünket elfoglalva bemutatjuk. Szeretnénk bemutatni az új kenyeret. Én kívánom, hogy mindenkinek, akár kis családban, él, akár nagy családban, jusson minél több az asztalra. Isten áldjon neked, köszönöm szépen. Olyan tiszteltes úr már említette, kapunk egy kis segítséget majd kifele menet a Sarkantyú együttes tagjaitól, ők fogják majd megkínálni a gyülekezetet, fogadják szeretettel. És köszönjük a Bordóközi Múzeumportálnak a segítséget. Dicséretünknek mind a négy versét, 466. dicséretünk így kezdődik, rád tekintve a hitem, megváltom Istenem. Köszönöm szépen. Jó, hogy köszönöm majd.